Gyermekcsoportok tucatjai lepték el a egyházi állatparkot október elején. Az intézmény az Állatok Világnapja alkalmából szervezett két hétig tartó akciót óvodák és iskolák számára. Az állatkert azonban a tematikus napokon kívül is rendkívül népszerű volt a tavalyi évben. Gajdos László igazgató 35 perc című műsorunkban azt mondta, 2023-ban is sikerült elérni az 500 ezres számot. Nagyon sok külföldi vendégünk volt, és kevesebb hazai magyar vendég. Nagyon sokan jöttek Romániából, nagyon sokan jöttek Szlovákiából, és aztán ősszel érdekes módon megindultak a, a magyar látogatók és Nem tudom igazából az okát, hogy nyáron miért fogták magukat vissza a, a, a honfitársaink, de ősszel meg télen nagyon sokan jöttek, és soha ilyen jó téli szezonja nem volt a nyíregyházi állatparknak. Úgyhogy az elmúlt 26 évből mindig próbálok valamilyen tendenciát uh, levonni, de nem lehet, mindig furcsán alakulnak uh, a hullámzóan a dolgok, de a vége mindig az, hogy hál' Isten 500 ezer látogatót elérjük, mert az nekünk nagyon fontos. 2023 igazi baby boom volt a Nyíregyházi állatparkban. Születtek például fehér pamacsos sejemmajmok, leopárdok, de világra jött egy mismi takimborjú is. Sikeresek voltak a faj megtartó programok a tavalyi évben, ez nemzetközi szinten is különlegessé teszi az intézményt. Nagyon sok olyan állatot tartunk mi már, amiből Európában nagyon kevés van van olyan állat, amiből néhány darab van, és az a egyházi állatparkban. Tehát nagyon odafigyelünk, a közel száz faj fenntartó programban veszünk részt, nagyon odafigyelünk arra, hogy, hogy valamit megőrizzünk az utókornak. Tavaly augusztusban érkeztek ezek a Humboldt pingvinek a egyházi állatparkba. Ők az első lakói a Sóstózó még épülő óriás attrakciójának, a jégkorszak interaktív állatbemutatónak. A látogatók várhatóan már májusban megcsodálhatják az új komplexumot. Azt reméljük, hogy, hogy egy olyat dobunk, ami, ami Európában is egyedülálló lesz. Ugye hát eleve ez Magyarország eddigi legnagyobb vidéki állatkerti beruházása, ami a Modern Városok Program keretében jött létre és hát megpróbáltunk olyat létrehozni, ami már egy kicsit túlmutat a klasszikus állatkerti gyakorlaton. Természetesen bemutatunk különleges állatokat, hát egy titkot elárulok, például pingvimből három félét is, bemutatjuk a királypingvint, vagy szikrogló akiknek külön mínuszos fűtött terük lesz, de a jegesmedvéknek is olyan helyet építettünk, hogy nyáron lehessen hűteni, ami nem gyakorlat Európában ez lesz az első ilyen hely, hogy olyan terem lesz de visszaugrunk néhány tízezer évet az utolsó jégkorszakhoz is szeretnénk onnan is megvillantani valamit. Gajdos László úgy fogalmazott, az állatparka végtelenségig fejleszthető, de a jégkorszakhoz hasonló óriás beruházást a következő években nem terveznek. Az igazgató hangsúlyozta, vannak olyan bemutató terek és állatházak, amelyek már 25 évesek. Így a közeljövőben ezek felújítására és az erdős területek bővítésére fókuszálnak.